Az elmúlt két napban összesen tizen próbáltak meg bejutni Magyarország területére illegálisan. Tegnap délelőtt egy szerb honosságú kamion a szállítmányban megbújva három határsértőt találtak, a Röszka autópálya határát kelő helybelépő tehergépjármű termináljában. Ellenőrzésük során a férfiak afgán állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A délutáni órákban pedig négy hatásértőt füleltek le, ezúttal egy macedon honosságú kamionban. Ők afgán állampolgárnak vallották magukat, azonban ők sem tudták magukat igazolni. Ma a hajnali órákban szintén egy szerp honosságú kamionban találtak rá a rendőrök három férfira a Röszke Autópálya határát kelő hely, belépő tehergépjármű termináljában ellenőrzésük során az egyik férfi pakisztáninak, míg a másik kettő afgán állampolgárnak vallotta magát, azonban személyazonosságuk magyarországi tartózkodásuk jogszerűségének igazolása itt is elmaradt. A rendőrök minden esetben visszakísérték az illegális bevándorlókat az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Egy szerb drogfutár röszkénél próbálta meg az országba csempészni a jármű rakterének átalakított padlójában elrejtett kábítószert. A férfi kisteherautójával 2019. január 8-án 18 óra 20 perckor jelentkezett belépésre röszke autópálya határát kelő helyen, ahol útlevelének ellenőrzését követően a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai tételes vámvizsgálatot rendeltek el vele szemben. A NAV pénzügyőreinek a jármű ellenőrzésekor feltűnt, hogy a raktér padlózata a gyári kialakításnál magasabb, a padló alatt pedig több növényi törmeléket tartalmazó csomagot találtak. A szakemberek által elvégzett szemle alkalmával a rejtek 68 csomagban összesen 75,636 g kábítószer gyanús anyag került elő, amely a helyszínen elvégzett gyors teszt szerint marihuána. A rendőrök lefoglalták a kábítószert, amely súlya alapján meghaladhatja a különösen jelentős mennyiség alsó határát. Fekete piaci értéke körülbelül 151 millió forint. A nyomozók a 37 éves szerb férfit előállították, majd gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Szakértők bevonásával folytatják a nyomozást. A Csongrád megyei rendőrök kerítés büntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást egy szegedi nő és három társa ellen. Akik egy 14 éves hódmezővásárhelyi lányt prostitúcióra vettek rá. A rendelkezésre álló adatok szerint 2018. április 28-án a fiatal lányt a nő egyik társa rendezvú ürügyén egy szegedi lakásba invitálta. Ott kábítószert adtak neki, és annak hatása alatt a sértettet prostitúcióra bírták rá. A tevékenységből származó bevételt elvették tőle. A nyomozás megállapította, hogy a 22 éves gyanúsított és fiatalkorú társai egy másik szegedi lakásban is dolgoztattak. Az ott lévő másik nő szolgáltatásait hónapokig kínálták az interneten, majd az ebből származó pénz nagy részét szintén elvették. A csongred megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói 2019. január 9-én a 22 éves R. Editet Budapesten, míg fiatalkorú társait Sándor és Hódmezővásárhelyen elfogták, előállították és őrizetbe vették. Ellenük 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés büntette, és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrök előterjesztést tettek az illetékes ügyészségen letartóztatásuk indítványozására.